A Klassz FM bemutatja Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. A legfontosabb, és ami most legjobban érdekli a hallgatóinkat, hogy ugye a kairói járat szombaton megérkezett, és egy héten keresztül hát masszívan dolgoztunk azon, hogy legyen egy kis fogadó bizottság ott a kairói járaton, illetve nem is a járaton magán, hanem Budapesten, amikor a kairói járat ugye landol Budapest felé egy kettőn, és hogy reméltük, hogy a navosok kivonulnak. Szépen minden apró részletet mesélj el nekünk a leszállástól kezdve, hol vettétek észre, mit vettetek észre, mi volt az első jel, mikor szúrtak ki benneteket, mi történt? Hát nem egy kis fogadóbizottság volt, hanem három, gyerekek, három fogadóbizottság volt. Annyira jó arcok. Na most úgy képzeljétek el, ugye mi pénteken délután 4-kor elhagytuk a szállodát, ez egy jó tanács a számotokra, hogy 19 órakor indult a gép, eszetekbe ne jusson 18.30-nál hamarabb odaérni a Nels Pruiti reptérre, mert semmi nem történik. Ott ül. Azt tudom, az én rendeltem nektek a buszt, hogy menjetek ki jókorán. Aranyos vagy, főleg a Nehogy lekésétek azt a repülőt. Főleg a feleségedet csesztél ki, mert ugyanakkor ezzel párhuzamosan 4 óra 30-kor az összes bolt bezár a reptéren. Tehát semmit nem tudsz csinálni. Egy nyomorult Wimpy van az emeleten, ahova az összes 20 utas be zsúfolódott. Mondjuk akkor látom, már Jani boldog lesz. Semmi gond. Csoki torta. Te már ott is meg vagy. Ó, ne probléma. Csoki torta. Na, onnantól kezdve nagyon szép volt a dolog, Johannesburg átszállás. A kairói reptér 6 órán keresztül nem izgalmas. Nem egyáltalán. Volt egy 6 órás átszállásotok, ugye? Azt ne tudd meg. Írt a Viki is, hogy nagyon ki voltatok. 5.30-kor leszállt a gép, és 11.30-kor indult a budapesti kairói járat, amire úgy vártuk. Hát amikor már Horváth Gyulával nem tudsz miről beszélgetni, pedig Gyula gyakorlatilag bármihez hozzá tud szólni, ezt ismeritek, ezt a dolgait, már csak ültünk merett tekintettel a kairói reptéren, majd felszálltunk a gépre, ami elvisz Budapestre. Az első meglepetés akkor ért, ahogy leszállsz a gépről, szerencsére nekünk ugye csápra állt, tehát nem kellett buszozni, lesétálsz a csápról, és rohannak feléd az egyenruhás rendőrök. Nem hiszem, mert rohantak feléd a rendőrök. Ez nem... nagyon jó. Nagyon menő. Nagyon jó. Fie, elkezdtek... És futás közben ereszték el a kutyákat. Nem, kutyák nem voltak, csak rohannak feléd ilyen sietős léptekkel, és mindenki elkezd üvöltözni, hogy azonnal elővenni az útleveleket, ez egy ilyen plusz ellenőrzés, amit nem a gyakorlatnak megfelelő, de most azonnal igazolja magát mindenki. Hát mondom, ezt de nem. Csak ti, vagy a komplet repülő, vagy a ti stábotok. Ez csak, ez szerintem csak négyünk. Megkülönböztetett figyelem, mit intéztünk? Csak négyünknek szólt, mindenki ott már tudod, eltetted az útlevelet, ott már többet nem kell, már kiléptél, már bent vagy az országban, már mész, fölveszed a csomagot. Ez ahol a csomagokat várod? Tehát átmész a kapun, és várod a csomagokat, itt ez az a rész, ugye? Nem, ez még a kapu előtt volt. A kapu előtt már kapu. Jöttek a rendőrök. Mondom, jó, oké, értem a tréfát, gyerekek, marha fáradt vagyok, mert 24 órája utazunk, nézzétek, hogy mindenki hulla, jó, értjük a vicces, előveszi mindenki az útlevelét, belenéznek, megmutatja. Biztos ön az? Hát mondom, szerinted tesó, ki lehet még? Nézd már meg ezt a kérdést. Halljátok, George Clooney! Nem, ezt nem mondták, Jani. Ezt nem mondták, ezen már csak Anna is telovagoz, de nagyon aranyos tőletek. Na mindegy, megvolt az első ellenőrzés, oda megyünk a kapuhoz, itt jött a terelés, mert ott semmi nem volt. Ugye van egy ellenőrző kapu, ahol belépsz az országba, átvették az útlevelet, megkérdezték nagyon aranyosan, hogy milyen volt Afrikában. Mondtam, hogy tökéletes, jól éreztük magunkat. További jó utat kívánunk. Na, mondom, ennyit elt a két sráctól egy gyors rendőri ellenőrzés. Fölvettük a csomagot, és a csomag várakozó helynél, ahol ugye ledobják erre a kis futószalagra, ott mellém állt egy ember, aki gyakorlatilag egy méterről folyamatosan így az arcomat nézte. Nem hiszem, de jó arcok. Na most várjál, ez... Csak figyelt, csak ilyen csendes üzemmódban, csak figyelt, nem csinált semmit, csak figyelt. Semmit nem csinált, csak állt. Itt még azt mondtam, hogy jó, ez vagy
navos vagy nem navos, vagy beépített ember, vagy nem, lehet, hogy csak kíváncsi rám is beszélgetni akar, én azért se nézek oda. Egy méterről így állt, hátra volt téve a két keze, és így meretten nézte az arcomat. Ennyi. Nagyon jó arcok. Jó, megvártuk, hogy lejöjjön a csomag, én mondom, nem szólok hozzá, tesó, ha akarsz valamit. De akkor... nem volt jó érzés. De nem tudtad, hogy mi van. Nem tudtad, hogy mit akar. Aha, hogy ez most a személyednek szól, tudja, hogy ki vagy, tudja, hogy te vagy a rádiós, aki kint volt Dél-Afrikában, akar valamit kérdezni, de ha odafordulsz, akkor ha ilyen ember, akkor el kell kezdeni vele beszélgetni, ahhoz én fáradt vagyok, ha navos, akkor ne adjunk neki ütközési felületet. Na mindegy, ez nem derült ki. Fölvettük a csomagot, mondom, most már megyek a zöld folyosón, bár volt bennem egy ilyen, hogy beszaladok a pirosba, hogy ellenőrizzetek, most akarom. Elindulok a zöld folyosón, és tudod, egymás mellett van bal oldalt a zöld, jobb oldalt a piros, és van egy kis elválasztó fal a kettő között, és ott állt egy egyenruhás kolléga. Hát mondom, de még nem számított erre, hogy téged, csak ő ott úgy állt, figyelt, ő ott állt és nézte az embereket, így aha, van. De még csak az se volt, hogy rajtam egy kicsit jobban megakadt volna a szeme. Na mondom, jó van, vége a dolognak, megyek ki, itt vannak a srácok, meg anya, ölelés, puszi, de jó lesz. Ahogy mellé értem, abban a pillanatban, ahogy mellé értem, kilépett elém balra, és megállított. De tudod, annyira váratlanul ért a dolog, hogy nem tudtam mit mondani, mert éppen el akartam mellette menni, amikor így balra kilépett a csávó. Jó napot kívánok! Na, jó, honnan érkezett Magyarországra? Hát mondom, ezt nem hiszem el. Honnan érkezett Magyarországra? Mondtam neki, hogy Kairóból, ugye érti? Kairó. Azt mondta, hogy jó, azt érti, ez átszállás volt, vagy pedig onnan jöttem. Tehát az volt az úti célom, mikor elindultam. Nem mondom, ez átszállás volt Johannesburgból. Akkor itt mondta, hogy nagyon jó, de hogy oda, hova mentem, vagy oda, honnan mentem, elmondta neki, hogy jó, hát Nelspruitból jöttem, rádióztunk kint, dolgozni voltam, aha, és van-e valami elvámolni valója? Nem, de itt már mire gondolt, hogy itt most, tehát ez már az, hogy ők kivonultak, vagy átfutott az agyadon az, hogy Jézusom, ezek lehet, hogy nem kivonultak, egyszerűen csak kiszúrtak, és elkezdtek téged ellenőrizni, mert én nem gondoltam volna egyből arra, hogy na, hallgattak, sokkal inkább arra gondoltam, hogy basszus, tényleg kiszúrtak, nem lehetek ilyen szerencsétlen. Hát nem? Pont ez volt bennem is, hogy nem tudtam, hogy hogyan reagáljak, hogy ez most játék, játék, és menjek bele, kezdjek el velük szórakozni, vagy érted? Vagy ez tök komoly, igen. Ez egy tök hivatalos ellenőrzés, amin egyébként bárki áteshet, csak pont ott engem szúrtak ki. Ha ott elkezdesz viccelődni, az viszont nem jó, mert akkor meg kihúzod a gyufát. Tehát hivatalos személlyel nem szórakozunk. Érted? Igen, ha nekiállsz arcoskodni, jó, hallgattad a rádiót, nem hallgattam, kinyitnám bőrönnyét, tudod, akkor meg belefutsz. Akkor meg belefutsz, mert honnan feltételezed azt, hogy biztos, hogy azért csinálja, mert hallgatta a rádiót. Mi van, ha csak kiszedett úgy egyébként? Tehát itt az ember még tényleg nem tudhatja, hogy mi van. Na, csak pontosan, a félreállított? Pontosan ez munkált bennem, mondom, hát Dél-Afrikából jövök, nincs elvámolni való, mert én tudom nagyon jól, hogy 450 euróig lehet vámmentesen behozni, és én ezt figyelembe vettem. Na most ekkor jött a csavar. Nem 4,50, 4,30. Hát mondom, tényleg most azon a 20 eurón fogunk veszekedni, azt mondja, hát ez szabály, a szabály. Legyen olyan kedves, tegye föl a csomagját ide a következő asztalra. Illetve... És mögötted a Gyuláék, Vikiék, ők tovább mentek? Hát ők sírtak, ők álltak, érted, és sírtak a röhögéstől. Én hátra sem mertem nézni, mondom, nem márthatom be a többieket, hogy velem vannak, mondom, én egyéni utazó vagyok. És akkor itt jött el ez a pillanat, hogy az a fiatal ember, aki beugrott elém, és megkérdezte, hogy honnan jöttem, mondta, hogy akkor legyen olyan kedves, fáradjon át az ellenőrző kollégákhoz. Oh. Mert van egy, aztán én megtudtam, hogy van ő a poszt, aki nézi, és aki gyanúsan viselkedik, azt ő szúrja ki, ekkor vagy beteszik a csomagodat megint egy átvilágításra, ott kint is van egy gép, vagy egyből oda mész az átvilágító asztalhoz, vagy hát a vizsgálati asztalhoz, ahol két jóképű fiatalember várt engem, az egyik a pult mögött, a másik pedig egyenruhában a pult előtt, és ott még mindig nem tudod, hogy most szivatnak, vagy komoly a dolog. Hogy mi történt, nem kezdesz el arcoskodni, hát persze, nem. Hát nem tudod, hogy mi van. Ott már annyira kellemetlen volt, ott mondtam, hogy jó, legyen, ami legyen, oda mentem, mondom, jó napot kívánok, akkor fölteszem a csomagom, szedjenek szét, menjünk a vizsgálatra, nem érdekel, csak engedjenek el, mert most már én ezt nem
bírom. Tehát nézzék meg ott a csomagot. Család, a gyerek. Ott van, itt állnak kint, egy ajtó választ el tőlük, értsék meg, két hete nem láttam őket, nincs nálam semmi, a gyémántokat azt ugye már elrejtettem, mondtam nagyon bátran, mondom, oda, tessék, itt van, szedjék szét, kezdtem leszedni a csomagomról, ahogy hívják ott, de ilyen bevédőfóliáztattam, és akkor elröhögte magát az a fiatal ember, aki a pulton kívül állt egyenruhában, és akkor mondta, hogy hadd mutatkozzam be, Schuller 100 000-es úr vagyok. Nem hiszem, kiment ő is, kiment személyesen. De jó. Képzeljétek el, személyesen kijött ő maga, és mondta, hogy nagyon nagy megtiszteltetésben van részem, mert ő neki nem kell egyenruhát hordania, tehát ő neki ezt nem kell fölvennie, viszont a tiszteletemre akkor beöltözött az egyenruhájába, és a másik kollégával együtt ott elkezdték mondani, hogy hát akkor most kezdjük el a csomagok vizsgálatát, mondom, a fiúk azt csináltok, amit akartok, csak essünk túl rajta. Úgyhogy még a mai, ja, és próbáltam kiszedni belőle, hogy akkor ez most a rendőri ellenőrzés az első poszton, a második fiú, aki odalépett elém, ez most tudatos volt, és mondták, hogy hát igyekeztek meg ünnepelni azt, hogy én hazajöttem. A hidegverébe járt. Döbbenet. Tehát fölépítették a rendőrsztorit, aztán szépen kiszedtek. Még egy gumikesztyűs vonal lehetett volna a dologban a végén. Volt náluk. Csattani a gumikesztyű, hogy Ferencem, akkor hát a csomagjában nem találtunk semmit, akkor legyen szíves átfáradni egy másik vizsgálóba és alsó gatyára vetkőzni. Azt, ha megcsinálják, úristen, elmondom neked, az mekkora csavar. Elmondom neked, hogy ott volt a pulton egy papírdoboz, amiből kikandikáltak a gumikesztyűk, tehát maga a szett az megvolt, de odáig nem jutottunk el. Egyébként aztán mondtam is, hogy ha még egy kicsit tovább viszik, akkor teljesen vége van. Én így is teljesen kész voltam a dologtól, mert tényleg ez a nem kettőség. Nem tudod, hogy ez most igen, hogy komoly vagy most hallgatták, nem hallgatták. Vagy tényleg meg akarnak vizsgálni. És hát annyira rezzenéstelen arccal csinálta végig mindenki. Tehát az a srác, aki például elém lépett a piros meg a zöld kapunál, aki megállított és ugye elkezdett kérdezni, hogy honnan jöttem, az annyira vérprofi volt, hogy én nem is tudom elképzelni, hogy ő most tényleg nem tudta, tehát neki adtak egy információt, hogy jön ez az ember, megmutatták az én fényképemet, tessék, ezt ki kell venni a sorból, mert annyira rezzenéstelen arccal csinálta, egy fél mosoly nem volt az arcán. Érted? Pedig próbáltam így beugrasztani, hogy mondom, hát... Igen. Elégnek... Egy összekacsintás, elmosolyodik el, tudod? Semmi. Igen, semmi. Nagyon jó. Én vagyok, tudod? Nem. Igen. Érted, tudod. Hogy mire játsz. Érted. Tudod, ez most vicc, vagy nem vicc? Igen. Na mindjárt megkérdezzük, hogy történt ez, mert hogy itt van, ami Attilánk, Schuller Attila, Vámi Sövédéki szóvivő. Attila, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! 100 000-es úr, csókolom az arany kezed. Óriásiak vagytok, hogy ezt megcsináltátok. Hát ez szenzációs. Ezt mi toltuk egy hétig, kicsit egyébként nem gondolván komolyan a dolgot, hogy ti ezt valójában bevállaljátok, de hát le a kalappal, ez nagyon jó. És az, hogy te is kimentél, hát ezt meg aztán külön szeretjük. Milyen volt Feri arca? Kicsit megdöbbent. Tehát azt láttuk rajta, és ott láttam, hogy figyeli nagyon a gumikesztyűt az asztalon, ami ki volt készítve, de azért el kell, hogy mondjam, hogy ő volt a leggyengébb láncszem a csapatban, mert azzal kezdte, hogy ő nem hozott semmit, de az utastársai azok bizony igen. Azonnal bemószerolta a többieket. Hát figyelj, a Gyulára mutogattam, mondtam neki, hogy ha itt valaki kábítószert nyelt, akkor nézzék meg azt a hasat, hát csak abba férhet el. Figyelj, és ti kiadtátok a... Mondjad? Egyébként ez kockázatelemzéssel történik az egész, tehát a kollégáim is hallgatják a műsorotokat, és ez valós egyébként, hogy egy rádióműsor alapján, vagy egy újsághirdetés alapján ellenőrzést tartunk, úgyhogy ez teljesen életszerű volt, hogy így kvázi felkészítettetek minket arra, hogy Feri majd fogjon és esetleg hoz valamit magával, és azt gondolom Ferinek is kiderült, hogy ez nem arról szól, hogy most itt az utasokat vegzáljuk, és minél jobban visszatartsuk őket, mikor már fáradtak több órás repülőút után, hanem itt bizony biztonságról van szó, hiszen kábítószert, fegyvert csak itt tudjuk kiszűrni, hogyha ellenőrizzük őket. Nagyon helyes, hát ezt kellett a Ferinél is keresni, kábítószer és fegyver. Mind nem véletlen mondtuk. Persze, nyilván. A Kairói járattal érkezik. Attila, azt elfelejtettem a helyszínen megkérdezni, igen? Hogy az a srác, aki ott a két kapunál, a piros és a zöld kapu, ahol ketté válik, ott engem megállított, ő beavatott volt? Mindenki be volt avatta. De óriásiak vagytok. Én egy fél órával visszakérdés előtt kín voltam, és akkor nekem már mondták a kollégáim, hogy felszálltatok, rendben, négyen vagytok, úgyhogy várunk benneteket szeretettel. Ja, hogy leadták a drótot, hogy ők fölszálltak, ott így vannak, tehát négyen vannak. A törvény szerint mi hozzáférünk az utaslistához, tehát azt megnézhetjük, és láttuk, hogy kik azok, akik együtt utaznak.
Istenem, de jó ilyen rohadéknak lenni. Komolyan, én úgy szeretem, hogy kiszedtek, Feri. Nyilván most ezt te viszonozhatod majd, mert egy hónap múlva mi is érkezünk. Én mi nem készülünk tudod, hogy melyik járattal. Dehogy is. Hát tudjátok, hogy én nem vagyok ilyen. Oh. Igen, mi majd, ha minden igaz, egy frankfurti járattal érkezünk valamikor november vége felé, vagy közepén. Szóval, hogy érkezünk majd mi is. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó arcok vagytok egyébként, hogy ezt így bevállaltátok. Ez nagyon-nagyon helyes. Meddig tartott maga a dologot? Egy 5 percet állítottátok félre Ferit körülbelül? Hát körülbelül 5 perc lehetett, nem akartok nagyon feltartani, mert mindenki tisztában van azzal, hogy több órát utazott, tehát fáradt, és hát nem tudom, hogyha valaki fáradt, akkor lehet, hogy nincs nagyon kedve poénkodni. És ezért nem akartuk tovább feszíteni a hút, de rendes vámvizsgálat volt, tehát amikor ő ott átjött a zöld folyosón, akkor ő kvázi bejelentést tett, hogy nem hoz magával bejelenteni való árut, és én már csak a végén voltam ott, hogy megnyugtassuk, hogy akkor minden rendben volt, és nem kell attól tartani, hogy esetleg testüregvizsgálatot tartanak a pénzügyőrök, vagy elviszik egy CT-re, hogy megnézzük, hogy a gyomrába lenyelte valamit. Figyelj, én annyira kész voltam az egész dologtól, hogy amikor te leleplezted magad, hogy te vagy az, akivel mi szoktunk beszélgetni itt reggelente, én nekem még úgy az se esett le, nem tudom, nyilván fáradt is voltam nagyon, meg amikor már te voltál a harmadik ember a sorban, aki odalépett, na akkor most tessék, nézzük meg a csomagot, akkor mondtam, hogy jó, nézzük már, csak haladjunk, és aztán ugye te elmosolyogtad magad, és elmondtad, hogy te vagy az, akivel mi szoktunk reggelente beszélgetni, én már az nekem az ilyen elment információ volt. Nem is tudtam, mit kezdeni, mondom, jó, oké, nem érdekel, hogy ki vagy, nézd meg a csomagot, meg nyújj be a fenekembe, csak menjünk már! Igen, minden a vazelines bödönöket kerestél fel, mert mi erre készítettünk téged. De nagyon rendesek voltatok, tényleg. Köszönjük szépen, Attila, hát a nagyon átadjuk meg, hát mondjátok nekik is, így van, mert nagyon-nagyon helyesek vagytok. Ha minket kihagytok, az nem lesz baj, nem fogunk megsértődni egyet. Én átszállok vonatra. Igen, mi Frankfurtba a kocsival jövünk, személyautóval. Majd valamit kitalálunk, személyautót is ellenőrizhetjük, hiszen az ország területén bárhol bárkit megállíthatnak a NASZ pénzügyőrei mélységi ellenőrzés keretében, tehát ahogy szoktam mondani, hogyha nincs félnivalótok, akkor nem kell tartani a NASZ-tól. Hú, a NAV süsör rád, Attila, hogy ilyen jókedvű vagy. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, Attila. Köszönöm, ciao, Schuller Attila. Őrnagy vám és jövedéki szóvivő vonalban. Hát gyerekek, komolyan mondom, sose gondoltuk, hogy ennyire jó arcok, nem? Na, nagyon. És, ja, és azt elmondta, ezt meg kellett volna kérdezni. Kicsit kezdek izgulni, hogy velünk mi lesz. Semmi. Hát tudod, hogy én nem vagyok ilyen, hogy készülök. És azt mondta el még az Attila, hogy ők hallgatták a rádiót, és akkor nem nagyon tudták eldönteni, hogy mi legyen, mert ha a felkérés után, amit te most már 2 hete nyomsz, hogy majd én megyek haza, nem csinálnak semmit, akkor az a nem jó. Ha valamit csinálnak, akkor arra meg nyilván én készülök, az a nem jó. Mondta, hogy nagyon sokat gondolkoztak rajta, és hát így döntöttek, mondtam, hogy kiváló döntés volt. De tényleg kiváló döntés volt, hogy a frászt hoztátok rám. A Jobbik utat választották, ezt nem lecsapni, igen. Az akkor azt gondolhatjuk, hogy elhanyagolták a Kairó járatot, és nem vonultak föl. Így viszont biztonságban érezzük magunkat, hogy senki nem tud behozni semmit egyébként Kairóból. Igen, még egyébként tényleg milyen szerencsé, hogy nem vettél ott valami 600 karton cigarettát, vagy valamit tudod. Feltételezve, hogy úgy se lesz semmi, ezzel a nap nem foglalkozik, és egy ilyen hatalmasat pereceltél volna. 4 ilyen afrikai szobor, 3 műkincs, 400 karton kubai szivar, tudod, a vámmentes övezetben 60 darab parfüm, amit így behoztál volna. És így dugdosod el, szánalmasan dugdosod el a repülőtéri nájlonzacskókat a hátad mögé. Nincs nálam semmi, és látják, hogy ott van a free, dugi free. Ilyen vicces ellenőrzésnek indul, és kiderül, hogy 4 órán keresztül kellett szétszedni a csomagodat, mert annyi mindent hoztál. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy 2 hétig mondtad a Kairói rájatot. Tudod, hogy az ember mindent megtesz. Az ember mindent megtesz. Tudom, köszönöm. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Azt hiszem végetek van. Most már nekünk? Az utolsó felvonásnál porrázúzom az érveiteket, már ami a földön kívülieket illeti. Mondhattok bármit, megdönthetetlen bizonyítékokat hoztam a témában. Igen? És innentől kezdve mindenféle érvelésetek és ellenérvetek. Én nem láttam itt egyetlen rohadt chemtrail csíkot sem az égen. Nehogy visszahozd ezt a témát. Itt nincsen chemtrail. Ezen is érdemes lenne elgondolkodni. Nem érdemes. Miért nincsenek itt? Más a légkör? De nem. A chemtrail az ugye nem a földön kívüliekhez kapcsolódik. Jaj! Mi van? A földön kívüliekhez. Gyerekek!
Hát nem akárki tálalt ki. Na ki? Nem akárki. Valaki? Boy Bushman. Áj, de segít! Boy Bushman! Végre, végre előjött. Előjött a farbába. Ő afrikai? Afrikai, hiszen Bushman. Boy Bushman? Aha. Boy Bushman. Egy ez a nem a lényeg, mert ha ez a fiúkori neve. Vagytok, és nektek ez nem mond semmit. Nem is ez a lényeg. Ő egy vezető tudós. Ő egy vezető tudós, aha, aki a Lockheed Martinnak a vezető tudósa volt. Vagy úgy. És elárulta, az hogy mi zajlik az 51-es körzetben. Na mi? Van róla egyébként egy elég, vagy vele kapcsolatban egy elég hosszú interjú, ami YouTube-on van, Laci, YouTube-on is van. És hát ez egy körülbelül fél óra, 3-4 órás interjú, ahol egyébként ő fotókat mutogat, és elmondja, hogy mi történik az 51-es körzetben, és ez tette mindezt a halála előtt egyébként, mert hogy augusztus 7-én hunyt el 2014-ben. Szegény. Beteg lett, és azt mondta, hogy a távozása előtt szeretne készíteni magáról egy videó felvételt, ahol nyíltan beszél arról, vagy pontosabban beszélt, ugye múlt idő, hogy mi történik az 51-es körzetben és a személyes tapasztalatairól, mert hogy ő vezető tudósként dolgozott többek között az 51-es körzetben. Ezek után, miután egyébként ez az interjú felkerült az internetre, és mindenki elolvashatja, megnézheti, van magyar fordítás is, belevágjak, vagy őrül róla, és azt mondjátok, mint a kanadai védelmi miniszter, hogy egy hülye, egy agyhalott, aki nyilván most még itt mondott mindenféle csacskaságot össze-vissza, és aztán szépen már következmények nélkül átköltözött az örök vadászmezők. A téma iránti tiszteletemről nem beszéltek, de mivel egy elhunyt emberről van szó, én azt gondolom, hogy ezért van bennem tisztelet, és az ő emlékének adózva. Ami egyébként valószínűleg most elég sokat rombolt, vagy ezzel a kis videóval, de hogy na azért. Most nem is az a lényeg, gondolom, hogy él vagy nem él, hanem hogy miket mond. Uh-huh. De az a baj, hogy nem titeket kevés fejfájást okozva ezzel a családtagjainak. Nézd, ha egy idősebb kanadai védelmi hallottad, miniszter... Hallottad, hogy a Fater milyen videót tetszett? Úristen, Fater mit csinál? Nem hiszem el. Neki nagyon sok videója van egyébként a neten, és egy nagyon elismert tudósról van szó, aki többek között tényleg ennek a cégnek is dolgozott, de számos amerikai cég vezető tudósa volt. 40 éven de ezek komoly videók akkor, amiket komoly videók, nem több mit tudom, hullapkarikán szappanbuborékokat fújják, meg ilyesmi, tehát hogy tényleg komoly. Nem, nagyon komoly amerikai védelmi cégekkel dolgozott együtt, több szabadalmát díjazták, és elmondja, hogy mi van az 51-es körzetben. És azt mondja, hogy hát bizony teljesen egyértelművé válik az, hogy az embereknek most már saját szemükkel kell látni, mi folyik az 51-es körzetben, mert hogy egy földön kívüli űrhajó, és egyfajta idegen állomás, idegen is állomásozik magán a bázison. És azt mondja, hogy egy speciális repülési útvonal van az 51-es körzethez, ami alapján ezek a földön kívülek most már teljesen egyértelműen itt dolgoznak, meg itt tényleg élnek. Bejárnak? A speciális az azért speciális, hogy senki ne lássa őket. Hogy senki ne lássa őket, igen. Együtt dolgoznak egyébként állítása jó szerint. Jó reggelt! Értem, két cappuccino. Kettő? Pi! Ja, csak egy. Elmondja, hogy együtt dolgoznak az amerikaiakkal, a kínaiakkal, és egyébként az oroszokkal is van, tehát kifejezetten nagy nevű és orosz tudósok is dolgoznak. És néha mexikaiakkal, de az illegális. Igen. És 68 fényévnyi távolságból érkeznek, azt állítja emberünk. Aki egyébként megdöbbentő fotókat is mutogatott. Átszállással vagy átszállás nélkül? Átszállás nélkül jó. Érkeznek, igen, de nem mával. Nem mával jönnek, mert az egy picit hosszú lenne. Megyük csak 30 év. Másfél méter magasnak mondja ezeket a földön kívülieket. 230 év körül is van egy-kettő. És az interjú egy bizonyos részében egyébként egy neves amerikai riporter csinálta vele, amit aztán több televízió is leadott. Elővesz különböző fényképeket, és megmutogatja ebben az interjúban, érdekes módon egyébként, azért az egész videó nagyon érdekes, hogy néz ki a fejük, hogy néz ki a kezük, hogy néz ki a lábuk, és elmondja, hogy milyen úton, módon kommunikálnak. Sok szempontból egyébként ez a fajta interjúnak ezen részletek megegyeznek azzal, amit mások is mondanak, hogy többek között telepatikus úton kommunikálnak, és rengeteg mindent átvett tőlük már az amerikai hadsereg. És kéri a riporter, hogy vegye elő akkor ezeket a fotókat, és mutassa meg. Na most mutatom neked azért azt a fotót, hogy egészen megdöbbentő képeket mutat a pacák. Nem néznek ki túlságosan jól ezek a kis lények, de pont ahogy egyébként mindenki ábrázolja őket, és ahogy az UFO meg a földön kívüli ábrázolás az elmúlt 50 évben történt, másfél méter magasak, pici gülüszeműek, hát, és hatalmas fejük van. Sokat nem aludtak az idő után, mert iszonyatosan karikás a szemük. Hát igen, kicsit el vannak fáradva, igen, nem néznek ki túl jól. Fia, 68 évig repülsz.
Hát igen. De ilyenkor ő például egy... Nem hülye, nem 68 egy... évig repült, csak 68 fényévre van, de egy... ha a fénysebessége jön, akkor repülne 68 évig. Na, hát akkor hogy jön ide? Gyorsabban megy, mint a fény? Hát a mi felállított fizikai valóságunkban nem lehet csak gyorsabban menni, mint a fény. Az övékben lehet. Mert ez... Hát ezt mi állítottuk föl saját magunknak, aha, most ezt hiszük, ezen meggyőződésünk alapján működik. Egy lyukon átjönnek. Jaj, de hülye vagyok már megint. 5 perccel ezelőtt indultak, még a, mit tudom én, az Arcturus-i kávé oda van száradva, még a szájuk szélén. Gyerekek, lehet hinni neki vagy nem? Elmondja egyébként, hogy 30%-kal hosszabbak az ujjaik, 5 lábújuk van, össze vannak nőve, mindkét oldalon 3 bordájuk van, tehát egész részletes leírást ad egyébként, és mondom, ez egy komoly pacák, tehát még csak azt se tudjátok mondani, hogy megboldogult, vagy időskori kanadai védelmi minisztert. Azt, hogy megboldogult azt már igen, de hogy megbolondult, az kevésbé. Miért mindig csak halott lényekről mutatnak fotókat, hogy élő miért nincsen? Hát azért elég régóta lehet már például filmfelvételeket készíteni. Nem lenne egy olyan, mit tudom én, érted, ott állnak mi a különbség? És vannak akadva a ravioli miatt, vagy valami, tehát hogy mi lenne a különbség, ha hamis fotót vagy hamis videót mutatna, ha nem hiszel benne, akkor teljesen mindegy, mert a videóra is azt tudod mondani, hogy egyébként a hamisítvány meg a fotóra. Miért nem fotó nehezebben leplezhető, vagy nehezebben leplezhető le? Miért nem viszik egy világkörüli turnéra, értett szegényt, ha már úgyis itt van az 51-es körzetben leszállt, tehát ezek a, már megint egy olyan bizonyíték, ami gyakorlatilag egy 1951-es fotó, érted, kicsit megretusálva, ilyen elhalványult szélekkel van a pacák kezében, Isten nyugosztalja őt, mondom még egyszer, és semmi olyasmi nincs, amire most úgy fölkapnám a fejemet. Tehát ez, hogy elmondtad, hogy 30 centivel hosszabb az ujjuk, mint az enyém. Nem ez a lényeg. Szerintem nem ez a lényeg, hogy, hogy ő mit mond. Az a lényeg, hogyha megnézed a videót, és utána olvasol annak, hogy ki ez a pacák, és elolvasod, hogy hány amerikai céggel dolgozott együtt, hogy milyen amerikai cégeknek volt a tanácsadója, hogy hány kitüntetése van, hogy milyen szabadalmai vannak, hogy mekkora koponyának számít ez a Boy Bushman egyébként az Egyesült Államokban, akkor maga az ember teremti meg a beszámolónak a presztízsét. Aha. Tehát itt nem azt kell nézni, hogy ő mit mond, szerintem azt kell nézni, hogy gyerekek, hogy ki mondja. Na, és egy ilyen szakmai karrierrel megáldott ember egyszer csak 70 évesen azt mondja, hogy gyerekek, halálos beteg vagyok, meg fogok halni, de előtte én szeretném tudni, én mondjuk 10 évig együtt fejlesztettem ott az 51-es körzetben, és dolgoztam ezen emberekkel, amerikaiakkal, oroszokkal. Behív magához 3 darab amerikai televíziós tábot, és ad nekik egy fél órás, 3-4 órás interjút, azért szerintem az elgondolkodtató. Hát vagy kérdéseket vett föl mondani, legalábbis. Hogy mert nem egy utcai jöttment bolond kezdett el fényt látni az égen hazafelé a kocsmából, és azt mondja, hogy itt vannak a fotók, brutális akták vannak előtte, minden aktába belenézhet a riporter, mindig kiveszi a fotókat, visszakérdez a riporter, meg tudja elmondani, hogy mi történt, hol történt, tudja indokolni, meg tudja védeni, amiket a riporter kérdez. Miért nem beszél erről? Tehát elég hosszú interjú van. Szimpatikus egyébként az érvelésed nagyon, és azt gondolom, de zúzt helyén, porán. Igen, igen, logikus, és helyén való is, de például, nem tudom, emlékeztek rá, hogy volt egyszer Magyarországnak is egy köztiszteletnek örvendő, kiváló lant és gitár művésze, Benkő Dániel. Most is van, ha mindig. Igen, igen, és? Hát gyakorlatilag minden egyes jelző igaz volt valamikor, amit te mondtál ezzel az úrral kapcsolatban, aztán mi lett a vége? Jött egy nap, érdekes a és aztán már csak a gitárt vitte magával a fellépésekre. És a pengetőt. Tehát tulajdonképpen letudjuk annyival, hogy szegény öreg ember, aki megbolondul? Nem tudjuk le, csak nem mondjuk azt, hogy ez abszolút igaz. Lehet, hogy ő lesz az, aki majd lesz egy olyan könyv, hogy a világ nagy tudósainak utolsó tréfája, és ő lesz a legnagyobb példa benne. Simán lehet. Tudod? Tehát ez simán benne van, hogy ő tényleg ledolgozta az életét ebben az 51-es körzetben. Most már készül a halálra, azt mondja, hogy gyerekek, csak pirítsunk már oda még egyszer. És akkor megcsinálta ezt a kis tréfát. És lehet, hogy a videó utáni röhögés vitte el. Ezt mit be fogják nyolni? Én az a baj, hogy szerintem ez nem elég jó ér, hogy biztos megbolondult, és azért. És a világkörülő túrni, amit a Feri vetett fel, hogyha emberekkel együtt tud dolgozni, sőt, ráadásul nem csak egy nemzetnek a képviselőivel, vagy tudósaival, hanem több nemzetével, te mondtad. Akkor tényleg miért nem lehet kiállni a nagy nyilvánosság elé? Mert az nem mondani, az ő döntése. De hát ő kiállt a nyilvánosság elé. Tehát az, hogy ő, az, hogy az 51-es körzetben dolgozók, egyébként nyilván szigorúan titkos körülmények között dolgoznak, és mondjuk Amerika vagy Oroszország nem dönt úgy, hogy kiállnak a nyilvánosság elé, akkor ő mit tud csinálni? Ő a saját eszközeivel most éppen kiállt a nyilvánosság elé. Jó, de nem. Tehát az... mire gondolsz, hogy az amerikai nem kormány? Nem az ufonautákra gondolok. Tehát arra gondolok, hogy ők az idegenek, a lények jöjjenek, és álljanak oda a pulpitusra, rakjanak oda nekik egy magasítót, vagy rakják lejjebb a mikrofonálványt, és akkor hogy hívják, nyilatkozzanak. Itt vagyunk, évek óta, évtizedek óta együtt dolgozunk, semmi gond nincsen. Álljon ott az Obama kővel mellett, érted? Akkor arra azt mondod, hogy a Barack Obama már nyilván nem megy bele egy ilyen tréfába. Gyerekek, kaotikus állapotok lennének, szerintem itt elszabadulna a káosz.
Tehát hitrendszerek, vallási meggyőződések dőlnének meg egy percen belül. Aki azt mondja, hogy vagyunk mi, van Isten, és nincs senki más. Hát gondold el, több évezredre visszamúló, visszanyúló, ugye hitrendszerek azonnal megdőlnének. Hát szerintem itt óriási káosz lenne. Hát vagy ezt nem is merik bevállalni egyébként, hogy ezt felvállaltan elmondják, hogy nem vagyunk egyedül. Van például az egykori CIA vezetőjével, aki szintén dolgozott, ugye, és hát ő sem él már egyébként, halálos ágyán beszélt az egykori CIA vezető az USA-ban őrzött idegenekről, azt hiszem Richard Dolan-nek hívják. Na, nézzétek meg azt a videót. 2013. március 5-én készült ez a felvétel, egy amerikai riporter készítette, és ő a CIA vezetője volt a 60-as években. És elmondja egyébként, hogy küldték el az akkori állami vezetőknek, többek között talán éppen Nixonnak azokat a felvételeket, amik ugye az 51-es körzetben készültek, és hogy mit kért tőle a Nixon, és hogy miért nem lehet ezeket nyilvánosságra hozni, tudnak róla, köszönik, de lefújtak mindenféle nyilvánosságra hozatali kísérletet arról, hogy elmondják, hogy mi történik az 51-es körzetben. Ez egykori CIA vezető, ha beütött... kért tőle a Nixon? Tessék? Táncolnak még azok a lányok valahol. Na, de hogy egy CIA vezető például 2013. március 5-én ad egy interjút, és elmondja, hogy gyerekek, a 60-as, 70-es években a CIA vezetőjeként dolgoztam, úgy hívják az embert Richard Dolan, és ő súlyosan beteg volt, és vállalja is a nyilvánosságot, ő elmondja egyébként, hogy a saját szemével látta az 54-es körzetben az idegeneket, megdöbbentően hasonló dolgokat mond, mint ez a pacák most, hogy dolgoznak együtt, hogy mit fejlesztenek, hogy milyen technikákat vesznek át egyébként a földön kívüliektől, hogy miért nem lehet ezeket nyilvánosságra hozni, erről is szó van ebben a felvételben, és egészen jó érvekkel magyarázza. Hogy mi annak az oka, és hogy mekkora pánikot okozna, és hogy miért nem lehet ezeket nyilvánosságra hozni. De hát akkor ő már nyilvánosságra hozta, értetted, hogy nyilván akkor... egy csomóan a saját, ezt igen, csak amíg nem áll ki egy hivatalos személy, aki jelenben él, és mondjuk az Amerikai Egyesült Államok elnöke, addig egy haldokló vagy halálos beteg egykori CIA vezetőre már szintén rámondhatod azt, tehát nem tudják, úgy nem kap akkora publicitást. Fönn van a neten ez a videó, a YouTube-on. De gondolod, hogy azok az emberek, Richard Dolan is ott van, akik ugyanúgy hisznek benne, mint te. Tehát te és a kis társaid nem tudtok nyomást gyakorolni. Nem hiszek benne, nem vagyok annyira szkeptikus, mint ti. Aha. Mondjad? Hogy nem lehet, hogy Amerikában 100 millió ember, aki hisz az UFO-ban, az kiállna tüntetni egy ilyen esetben, hogy már pedig mutassátok meg a 51-es körzetet, meg a UFO-t. Én nem hiszem, hogy ennek ellenére megmutatnák, ezt nem gondolom. Minden esetre érdemes, tehát hogy azt nézzétek meg, hogy ez egykori CIA vezető, vagy például itt van ez a pacák. Hát azért ezek komoly koponyák, tehát itt tényleg nem arról van szó, hogy valaki fényt kapott, nem? Csak láttam, UFO-t láttam. Szóval szerintem azért elgondolkodtató. Például erre mit mondtok? CIA vezető, tessék, 60-as, 70-es években. Megöregedett. De nem lehet minden. Most ha ezt egy fiatal ember mondaná, hát ezek nem érvek, hogy valaki öreg. Hát nem minden öreg lesz. Nem mindenki porondul meg. Hát ezek nem érvek. Pont ahogy te is elmondtad, ezek az emberek egy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, mondjuk a saját területükön komoly tiszteletnek örventek, nagyon-nagyon komoly dolgokban voltak benne, komoly pozíciót töltöttek be. És aztán nyugdíjba mentek, és valószínűleg azt kezdték érezni, hogy így magunk kívülre kerültek, egyszerűen nem kezdett el, nem foglalkozott velük senki, nem volt már ugyanaz a megbecsülés, nem volt ugyanaz a pénz, nem foglalkoztak velük annyira, nem volt már kíváncsi senki a véleményükre. És akkor haláluk előtt egy picit így elgondolkodtak, hogy vajon mivel lehetne még felkavarni az állóvizet. Még egy tündöklés. Te ott vagy mondjuk 70 évesen, komoly, elismert tudósként, és te bolondot csinálsz az egész életművedből azért, hogy egyébként még valaki beszél rólad, hát pont nem. Tehát, hogyha ők így gondolkodnának, pont nem jönnének vele elő. Hát te a CIA vezető voltál, vagy itt van ez a pacák, ez a Boyd Bushman, aki egyébként tényleg hihetetlen komoly cégeknél dolgozott, és vezető tudós, fönt van a Wikipédián, tehát te valóban utána tudsz nézni. Ez igaz. 60 évig mindenki úgy néz rád, hogy úristen, te vagy Amerika egyik legnagyobb koponyája, rengeteg dolgot fedeztél fel, szabadalmaztattál, majd előhozol három fotót, hogy mindenki úgy gondolja rád, mint te meghalt, egy kompletten meghűlt, és szerintem nem. Csak azért, hogy felkavard az állóvizet. Azért hozhatja elő ezeket a fotókat, mert meggyőződésből teszi, mert valójában ott dolgozott, érted? Tehát, hogyha én ezek hamisítványokat, egy pályaművet lerombolni, három hamisítvány, azt hiszem, az nagyon hülyének kell lenni. Gyerekek, 40 évig komoly tudós voltam, itt van ez a három fotó, röhögjetek rajtam a halálom után, és porrázúzok mindent. Félreértések elkerülés a véget, én nem az UFO-knak a létezését, meg annak a esetleges esélyét kérdőjelezem meg, vagy mondom, hogy még valaki valahol létezik rajtunk kívül értelmes lény. Hát óriási az univerzum,
gyakorlatilag szinte végtelen, és persze lehet, nagy számok törvényben miért ne. De az, hogy ez az ember ezt találkozott UFO-kkal, illetve UFO-nautákkal, és az, amit ő mutogat ezeken a fotókon, az a valóság, na ezt kérdőjelezem meg. Főleg annak tükrében, hogy kiderült, hogy ezek Kmartban is vásárolatok is UFO játék plasztik figurák voltak, amit aztán be is mutattak egy oldal. Figyelj, és rengeteg ilyen, persze, UFO ábrázolás van, persze. Kevés a bizonyíték, na. Érted? Kevés. Hát, én nem hiszem, hogy a K-márkba sétáltál. A papa beszaladt a vízével, a kisunokájával körben, ez a gyerek elment pillacukorért, és közben meg az öreg meg észrevette, hogy az egyik polcon ott hevernek ezek a kis figurák, néhány centért. Mi lenne, ha gondolta? Aztán úgy is tett. Gyerekek. Na mindegy. Szerintem érdekesek ezek a dolgok, legalábbis nagyon szeretem. Nem, izgalmasak, érdekesek. Tehát csak így tudod, ez a bizonyíték nem bizonyíték. Főleg ennek tükrében. És sajnos pont a igen. Pont a témához komolyan hozzáállóknak okoznak ezzel nagyon nagy kárt. Igen, csak mondom, hogy egyébként ebben a cikkben, vagy ebben az interjúban az is benne van, hogy ezeket a babákat a kormány adta ki egyébként, pontosan azért, hogy a hitelességét ennek az egész interjúnak valahogy megpróbálják rombolni. Hétvégén akciósan féláron. Az Amerikai Egyesült Államok kormányának nem érdeke nyilván, hogy ez kiderüljön. Együtt ébredünk, Morning Show, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Terméket tesztelünk, gyerekek, hát régen volt ez a rovat, és én örülök neki, mert szeretem, amikor vagy megerősítünk, gyönyörű, már mutatod, igen, Skype-on, vagy megerősítünk egy terméket abban, hogy jó, és vehető, vihető, vagy azt mondjuk, hogy gyerekek, kiméljétek meg a családot, a pénztárcátokat, és ezt ne vegyétek meg, mert a termék nem tartja azt, amit ígér. És azt írja ez a termék, hogy a Barkóba a kedvencem, szinte mindig én nyerek. Állítja ezt a termék magáról. Megveszed sok-sok pénzért, odaadod a gyereknek, és kitalálja állítólagosan, hogy te mire gondolsz. Egy interaktív játék. Oké, igen, nem tudom, attól függ, ismételd meg egyet vissza. Ezeket mondja a játék, te beszélgetni tudsz ezzel a kis állatkával, ő pedig kitalálja, hogy te mire gondoltál. Nyilván rommá szivatjuk perceken belül, de... Csak most mondom, mielőtt kitaláltátok az életetekben eddig halott legrohadékabb állatot, mert már gondolom, hogy mind a ketten ezzel gondolkoztok. Nem, már meg vagyunk. Sztereotíp állatokat is adjunk neki. Ez egy interaktív játék, ugye? Így van. Macskára hajaz, bár a fülecskéje, ugye ő azt írja magáról, hogy ő egy dzsin, de egy macskára hajazó szerkezet ez az orra megnyomásával tudod elindítani, és akkor ő felteszi a kérdéseket, neked pedig ezeket a válaszokat lehet adni, amiket te felolvastad, hogy igen, nem tudom, attól függ, illetve vissza lehet kérdezni még, hogy még egyszer kérdezze meg. Hihetetlen, hogy apu, anyu és a tesók kimentek már a divatba. Ennyi, nem kell, az persze, hát most mit uncsa. Lerakod a gyerekek, aztán kérdezed. Na, ugye ez a játék, ez tényleg azt ígéri, hogy bármilyen állatra gondolsz, te ő kitalálja, kérdez tőled, hallja, hogy mit válaszolsz, és egész egyszerűen tudsz vele barkopázni. Na, a játék kérdez tőlem, és én mondom az igent és a nemet? Így van, az első így van. Tehát az első lépés az az, hogy te kitalálod fejben, hogy mit szeretnél kitaláltatni vele, és ő elkezd kérdezgetni téged, neked pedig ezeket a válaszokat lehet adni, hogy igen, nem tudom, attól függ. És akkor ő szépen megy lépésről lépésre, és a végén pedig van egy tippje, hogy te mire gondoltál, jó esetben eltalálja, nem annyira jó esetben nem találja el, és a szerkesztők azért beletettek néhány vicces dolgot is, amikor, vagy hát általuk viccesnek vélt dolgot, amikor ugye azt mondja ez a kis macsesz, hogy hát már tudom, ez biztos, amit én lábatlan gyík, holott te egyébként az ebiharra gondoltál, és akkor utána mondja, hogy hát csak vicceltem. Tehát ilyenek azért vannak benne. Aha. Na, kicsomagolod? És mindez magyarul történik? Működik. Igen, magyarul. Mehetünk így. Nem kínaiú. Kivegyem belőle, megnéznéd, hogy néz ki. Figyelj, hát hogy működik így is. Működik, akkor minek? Ja. Figyelj, miénk vagy mi? Megvettük? Kaptuk? Ha szerintem... Most már tiéd, Feri. Akkor... Szóval indítod a játékot, mert akkor én elindítok valamit, jó? Jó. Tehát, hogy akkor várjál. Várok. Na, indítsd. Én ezért szeretem a karácsonyi ajándéki csomagolásokat is. Másfél óráig kaptam. Még az összes drótot eltávolítod. Egy drótos. Kicsomagoltam, így néz ki. Aha. Indítsam a játékot, figyelj. Várjál. Akkor ezt hallgassuk ezt meg. Figyelj. Be van adva? Emlékeztek erre? Persze. Stereo helyett kicsit mono.
benne. Van benne Fanny. Jó napot kívánok, kedves nézők! Remélem, hogy a mai játékban is sok érdekes, izgalmas feladvánnyal ismerkedtek. Jaj, de jó volt. Ez van benne valami, ugye, Vágó Istvánnal. Na... azt mondja, hogy jó, te kérdezel, mi kérdezünk akkor tőle, hát és ő válaszol, ugye? Ki, mit akarunk vele kitaláltatni? Jó. Könnyűt, kezdjük egy könnyűvel. Azt meg tudjuk beszélni, kezdjük egy könnyűvel. Ezt ő nem hallja. De nem mondjuk el, nem mondjuk el. Ja, hát jó, nem hallja, nem mondjuk el. Jó, gondoltam egy állatra, jó? Én is. Mi a pajti? Te is? Anyád a pajti. A parkóba a kedvencem, szinte mindig én nyerek. Gondolj egy állatra. Ha megvan, nagyképű. Mondd, hogy oké. Oké. Remek. Felteszek egy kérdést. Válaszolj rá választ, igennel, nemmel, vagy nem tudommal. Vagy azt is mondhatod, attól függ. Oké. Ez az állat tud úszni. Nem. Nem. Érdekes. Mi ebbe az érdek? Ez szőrös? Nem. Nem. Aha. Értem. Ez az állat rendelkezik csőrrel? Nem. Nem. Fú, de agyom, már agyom verném egy kalapáccsal. Nagyon kicsi? Nem. Nem. Gondoltam. Mit gondoltam? Ha most megmondja a gyerekek, betérdelek. Mint egy mikrohullámú sütő. Igen. Igen. Rendben van. Ez leginkább növényeket, füvet és gyümölcsöt eszik. Várjátok, konzultálok. Aha. Megismételnéd? Azt! Igen. Oké. Okay. Ez az állat még létezik? Aha, na most az van, kedves hallgató. Rendben van. Várjál, ne dumáljál bele, mert megszakadt az internet kapcsolatunk. Tehát én nem látom a fiúkat Afrikában, de szerintem másodperceken belül ezt újra fogjuk éleszteni. És akkor újra előre elkezdjük, mert szegény, én nem tudom, hogy a fiúk mire gondoltak, egyébként végigjátszanám a játékot. Ne dumáljál bele, picit muzsikálunk, aztán már is itt vagyunk. Halló Afrika, itt Budapest! Halló! 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 Na, adásban vagytok. Ja. Na, hol tartottunk? Úgy kezdődik a még neve, nem törted össze? Hogy T, mint Tibor? Azt kérdezi, hogy úgy kezdődik-e a neve, hogy T, mint Tibor. Az enyémnek? Aha. Mi, mint azóta játszátok? Figyelj, azt csináltam. Ez egy hosszú játék. Mert na, előről. Egy darabig próbáltam feltartani, vagy fenntartani az érdeklődését ennek a rohadéknak, de aztán ő ment tovább a kérdésbe, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én játszom tovább, bár fogalmam nincs, hogy te mire gondoltál. Na, úgyhogy újra akkor kezdjük. Előről. Jó? Csin vagyok. Jó. Egy varázslatos gondolatos. Blablabla. Jól van, oké, laposzul. Jól, hallgassál meg. Ha megvan. Na. Mondd, hogy oké. 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 Jó, most ugyanaz az állat lesz, kíváncsiak, hogy ugyanazon a nyomon megyünk el, jó? Kérdést. Na, tegyél. Válaszolj rá igennel. Mennyire akarod megölni ezt a játékot? Mám. Vagy nem tudommal. Vagy azt is mondhatod, attól függ. Kérdezzél. Oké. Ez tud úszni. Na megint? Nem. Nem. Aha. Értem. Ennek vannak szárnyai? Nincsenek. Nincsenek. Ennek vannak szárnyai? Nem. Értettük első nem és értettem. Halom. Mondd újra. Nem. 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 Na. Köcsög. Ez az állat szőrös? Nem. Nem. Gondoltam. Gondoltam. Ennek vannak fogai? Anyani, segíts. Hogy nem volnád? Igen! Ne. Igen. Hát most megleptél. Összezavart ez a rohadt állat. Ez leginkább növényeket, füvet és gyümölcsöt eszik. Igen. Uh-huh. Igen. Ha megmondja, betérdelek. Oké. Azt hiszem, megvan. Azért még kérdezek párat a móka kedvéért.
Anyáddal mókázzál. Nagyobb, mint egy motorbicikli? A múltkor a mikrót kérdezte. Uh-huh. Nagyobb. Igen. Ja, igen. Érdekes. Ennek az állatnak karmai vannak? Nem. Nem. Aha, értem. Ennek hosszú nyaka van? Én megölöm. Meg kivírom magam. Az a megyek, ez lesz az első dolog. A zsiráfra gondolok is, a rohadék hosszú nyaka van? Nem. Nem. Uh-huh. Ez szarvas vagy agancsos? Igen. Igen. Gondoltam. Anya. Ja. Ez az állat még létezik? Kérdezz már a bűnös... Igen! Igen! Rendben van. Ez általában barátságos? Okay. Nem! 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 Nem. Mit okézol? Mondom, ne okay, nem! Nem! Igazi gondolatolvasó vagyok. Hát persze. Azt hiszem, a megfejtés az orrszarvú. Igazam van? Nem már, hogy az orrszarvú. Basszus, igen. Az. Súgtál egy Feri. Basszus, az volt. Ez tényleg. Az állat a szavannákon él. Jó van, hallgass, most már előző rájával. Itt fölényeskedsz már. Paraszt. Szegköcsök. Figyelj. Gondoltam volna a Brachiosaurusra is, de nem akartam először megtréfálni, és gondoltam, legyen egy egyszerű, hát az orrszarvúra gondoltam. A gyerekedet lehűíti, mert csak jó, igen, nem, nemmel válaszol a gyereknek a barokba, lényeg ez, de basszus, az orrszarvú. Virág, előre mondom, nem kapsz. Én nem, a, vagy nem leszek otthon szenteste. Figyelj, orrszarvú. Na még egy kör, egy utolsó, tessék. Jó, na, akkor... pedig gondolj valamire. Várjál, de ne valami nagyon szemétre, mert nyilván azt nem találja ki, hogy mit tudom én. Hát de pont az a lényeg, igen, hogy megszívassuk. Egy fokkal nehezebbre, jó? Na, egy fokkal nehezebbre. Jó. De most megint elmondja ezt a bevezető dumát. Már megvan. Mondd, hogy oké. Oké. Szuper. Felteszek egy kérdést. Senki nem mondja, hogy szuper. Senki nem beszéli. Modor Márton. Vagy nem tudommal. És ezt nem lehet vagy átugrani? Vagy azt is mondhatod, attól függ. De okay. Mondd rá, hogy oké. Okay. Oké. Okay. Ez négy lábú? Nem. Érdekes. Mi az érdekes ezen? Hát ez az állat két lábú? Nem. Megismételnéd? Nem! Ez az, igen. Most megfogtad a kis rohadékot! Mondd újra! Nem! Csak húzza az időt, gondolkodik. Aha. Közben. Szórakozik veled, Feri. Értem. Ez nagyon kicsi? Nem! Uh-huh. Ez az állat nagyobb, mint egy mikrohullámú sütő? Rohadék, igen. Ezzel jön. Nem beragadt neki. Gondoltam. Ez a szárazföldön is tud élni? Nem. Rendben van. Most kinyírjuk. Ez az állat pikkelyes? Nem. Most okay. Elkaptuk, te rohadék, most megvagy. Ez tud ugrani? Nem. Érdekes. Az érdekes. Érdekes, semmi. Fingod nincs. Ne súgj. Már tudom, kussolj! A varázserőm nem hagy cserben, a feladvány egy repülő csiga. Á, nem. Figyelj, csak viccelek. Na itt a viccelek. Szuper a humorom. Igen. Loser. Vannak csápjai, ezt kérdezik. Értem. Ez az állat sokszínű? Igen. Nem hiszem, hogy megint kitalálta. Igen. Megint kitalálta. Nem találta. Csápok. Figyelj, nem. Nyugi. Most már van egy tippem. Szerintem a megfejtés a korall. Eltaláltam? Na most nem hülye, korall. Nem. Rendben van. Azt aha, rendben van. Aha, ezzel okay. Juttatod magad. Igen. Mi, hogy rendben van? Nincs itt rendben semmi. Jó, megvagy te rohadék. Igazam van. Mire gondoltál? Ismételd meg. Azt hiszem, a megfejtés a medúza. Igazam van? Nem.
Nem. Kettőször beszivattuk. Kezdődik a neve, hogy P, mint Petra. Jó, van, most végig kérdezzük az ABC-t, hogy érted, a Benny is megfejti, pedig csak 5 éves. Ennyi, akkor kinyírtuk. Mondjad. Mit csináltál, mire gondoltál? Ismételd meg. Ennek úgy kezdődik a neve, hogy P, mint Petra. Nem. Gondoltam. Tudod. Aha. Ez már a hal, mert most ő polipot mondott volna. Igazi gondolatolvasó vagyok. Ha a varázserőm nem hagy cserben, Jézus. A feladvány a polip. Nem! Eltaláltam? Nem! Marhára nem találtad nem. El. Mondd meg, Feri, mi volt az? Tintahal. Hamarkodtam a tippet. Hát ez már a harmadik típje volt. Fel kell adjam. Ha most azzal jön, hogy igen, mert hogy a polipok is, a tintalak is a lábas fejűek közé tartoznak. Föl kell adja a játékot, azt mondtam, hogy föl kell adja a játékot, és megkérdezte, hogy játszunk-e még egyet. Ki jó forrad, jó van, ott fut a gyáva. Ennyi. Jó van, neked annyi. Na csá. Kemények vagyunk. Az összkorunk száma az 120, és tönkretettünk egy 3 éveseknek szóló játékot, nem? Tehát azért így van bennünk. Megcsináltuk. Hát ez gyerekek, az orszarút kitalálta. Ki? Megadható. Megadható. Gin. Ha egyszerűbbeket, mert egyszerűbbeket, hát ha ilyeneket ki tud találni, egyébként itt ugye azért ez tényleg jók voltak a vonalak, amiket ő nézett, a korall is jó volt, a polip is jó volt, csak egyik se volt igaz, meg a medúza se, tintahal lett volna. Figyelj, de nem, az van egyébként, hogy... Megadhatjuk, megadhatjuk. Igen, ha most azzal jött volna, és visszakérdez, hogy de miért valamilyen, tehát hogy ő is a fejlábúak közé tartozik, ami egyébként igaz, tehát a tintahalak is, meg a polipok is. Aha, akkor... ennyire már nem összetett a dolog. De jó. De mi van, ha ennyire összetett a dolog? Akkor tényleg kinyírom magam, ha ez mindent tud. Mondjuk, hát meg, igen, ha ezt is megmondta volna. Na jó van. Jó, megadjuk, megadhatjuk, meg, nem? Meg, az elefánt is szép, most a tintahara kevés gyerek. Gondol az elefánt, tigris, zsiráf, majom, ezekre gondolnak, azt viszont kitalálta volna. Jó. Viszont a gyerek tényleg ezt kér karácsonyra, biztos vagyok benne, hogy a konyhába fogok üvölteni befelé, amikor meg... Gin vagyok! Szeretnél játszani? Nem! Jani, gyere be a konyhából, ne bújj el! Cikket találtam, arról szól, hogy nem is tudom már hol, de tök mindegy, valamelyik internetes portálon, hogy milyen tévéműsorokat lenne érdemes feltámasztani, mert hogy most hány olyan tévéműsor megy, ami egykoron már ment, és most milyen nagy siker, mint például a Játék határok nélkül, meg van említve egy-két műsor még, csak nem akarom ezeket promózni, mert benne vagyunk, és a Játék határok nélkül kapcsán összeszedtek 10 olyan tévéműsort, amit milyen jó lenne feléleszteni. Hát gyerekek, reggel óta ezeket nézem, 80-as sírok évek. A gyönyörűségtől, imádok, tudjátok, hogy imádom a retrót, de emellett egyszerűen nem lehet elmenni szó nélkül. Nem annyira régi, nem annyira régi, van benne egészen új is, megemlítik a készátverést, ami nekem egy nagy kedvencem volt, de például sikerült megtalálnom, hát besírok rajta, Dévényi Tibi bácsi 3 kívánság című műsorát, és azon belül is egy olyan jelenetet, amikor David Hasselhoff Magyarországra érkezik, és a Deák téren, vagy akkor még ugye, hát nem Deák téren, hanem az Engels téren, régen így hívták ugye, csináltak vele egy interjút, Dévényi Tibi bácsi csinált egy interjút David Hasselhoff-al, és az volt a kérése a két gyereknek, hogy vezetette már Trabantot. Szóval, hogy... Szóval, hogy egész egyszerűen megdöbbentő azok a dolgok, amiket lát az ember. A kabátok, a ruhák, az autók, a zsigulis rendőr. Figyelj, egy olyan korkép így a 80-as évekből, hogy sírsz rajta a gyönyörűségtől. Arról szól, hogy megérkezik Dévényi Tibi bácsi, ott áll két gyerek, nyilván teljesen beállított az egész, tehát előre leszervezett kérdések. Egy néni tolmácsol David Hasselhoffnak, körülbelül 3,5 méterrel magasabb, mint Dévényi Tibi bácsi. Rettenetesen menő, nézzük meg, hogy fel van-e, hogy rettenetesen menő a David Hasselhoff bőrdzsekije, tök jó pólóban, V-nyakú póló bőrkabát, Dévényi Tibi bácsi élete sájában állott egy olyan téli kabátban, hogy besírsz a gyönyörűségtől, mellette pedig két helyes gyerek, akik nyilván azóta már felnőttek, és de jó lenne őket megtalálni egyébként. Hogy hát, ha kicsi 1 millió az egyhez az esély, hogy hát ha hallgatnak minket, de a két gyerek közül valamelyik hallgat minket, akik ott álltak a Kempinski vagy a Meridian előtt, hát ha tudnak esetleg csörögni, és
az a lényeg, hogy megkérdezik, hogy mikor tanult meg úszni. ez hasonló kérdések hangzanak el a gyerekektől, amit a néni fordít, David Hasselhoff pedig nagyon készségesen, nagyon rendesen válaszol. És a végén beül David Hasselhoff egy Trabantba, a bácsi magyarul elmondja neki, hogy hogy kell vezetni, David Hasselhoff eltűnik a Meridian oldalába. Hát, szóval, hogy ez a legnagyobb. Nem találok. Ezeknek a műsoroknak már a főcíme is nagyon jó, az nem tudom, hogy rajta van-e az anyagon. Nem, itt interjúval indulunk, és hát azt, illetve egy Baywatch bejátszással. És hát azt tudjuk, gyönyörű, hogy ezek egy picit irányítottak voltak, mert ez valószínűleg úgy született meg ez az anyag, hogy a két gyerek írt egy levelet David Tibi bácsinak, hogy szeretnénk találkozni David Hasselhoff-val, és szeretnénk vezetni Kittet. Érted? Így kezdődött a dolog, hogy Kidet szeretnénk vezetni a szuperautót. De valószínűleg kid, így kezdődött. Kid. Te se igen. Voltál, te se voltál. Én nem szerettem. Kidről, Kidet. Ne, Kidet mondtam először, de aztán javítottam, mondom, Kid az mégiscsak. Elbizonytalanodtál? El, fogalmam nem volt a dologról. Ez valószínűleg így kezdődött, hogy szeretnénk vezetni az autót, és állj! Mondta Tibi bácsi, hát nem lehet gyerekek. Hát csináljuk meg úgy, hogy ez a miénk, egy Trabantot vezessen ez a gyönyörű férfi. És akkor így alakították át a dolgot. De még csak nem is így indult. Úgy indult, hogy David Hasselhoff tudták, hogy Magyarországon jár, és találtak két gyereket, akire azt mondta, hogy te most azt kívánod, hogy. Odállt a két gyerek, elmondta, hogy mit kíván, érkezett David Hasselhoff, mintha a két gyerek miatt jött volna Magyarországra. És aztán nyilván nem, tehát a Devinti bácsi elmondta, persze, hogy nem így van, tehát úristen, hát szegényként hallaná, hát azonnal szívgörcsöt kapna, ők azért ez hosszú-hosszú heteken keresztül szervezték, de hát szóval, hogy élményt. Köszönjük de a bácsi szépen, is zseniális egyébként, aki a Trabant, tehát hogy látszik rajta, hogy semmiféle megilletődöttség nincsen benne. Abszolút rutinosan, abszolút mindenféle félszegség nélkül magyaráz el David Hasselhoffnak, hogy hogy kell azt a kis Trabantot működtetni. Zseni. Á, csak egy pici bejátszás gyerekek, hogy hogy zajlott az egész. Nagyon rossz minőség, sajnos. Ánye? Arra úszott, mert látta a Baywatch, lányom látta a Baywatch sorozatot. Mindjárt kérdez David bácsi. Mi lenne a különleges kérésetek Daviddel? Pont ezen vitatkoztunk délőtt az unokat. Lehet hallani? Lehet, jó. Hogy David Hasselhoff tud-e Trabantot vezetni. És nagyon helyes, a két gyerek egyébként tök menő cuccban van, mert ott állnak ilyen kis baseball sapkában, meg ilyen kis műbőrkabátban. Hát Tibi bácsi zakója se semmi egyébként, egy hatalmas sála. És David Hasselhoff beül a Trabantba. És eltűnik vele. És megy egy háztömböt. Megy egy háztömböt, igen, eltűnik, és közben Davini Tibi bácsi pedig közvetíti a nagy eltűnést. Kicsit... Jó, várj, egy Trabantba szállni élvezem. Alá keverve a zene utólag. Igen, nyilván. Egy kis kötelező exotik. David Hasselhoff nem tud talatni a Trabanttal, mert nem tud visszajönni a gyerekekhez, ugyanis nem ismeri a Rükit, és ezért tesz egy kört, megkerüli a Meridian. Megkerüli az egész Meridian Kempinskit, mert nem tud, nem mondták el neki a Rükfercet. És kedves nézők, a Trabant, David Hasselhoff a sétáló utcában lekanyarodott a Trabanttal. Igaz, hogy nem beszéltünk meg az útirányt, és most itt mindenki izgatottan várja. Eltűnt a kék Trabant és David Hasselhoff Budapesten. Ilyen még nem volt, a menedzser is izgatott a nézőnek, hogy valami baj történik, a rendőrök is körbe tekintenek. David Hasselhoff a kék Trabanttal. Hol Hasselhoff, hol Hasselhoff, hát ahogy jön, ahogy jön, Tibi bácsinál, imádom. És hihetetlen, a műszerfalat a tetejének a magasságában vannak a térdei az embernek. Igen, de iszonyatosan hát nem fér bele a Trabantba, igen. És azt hiszem, hogy ez a sziréna talán nem azt jelent, hogy David Hasselhoffot elfogták. És ugye hát nyilván ezt neki ki kell beszélni, nem tudom, hogy ez élő volt, nem szerintem ez vágott műsor volt, de valamiért David bácsi kibeszéli, és közben ugye mutatják a Pesti utcát, és hát figyelj, a ladák, a Trabantok, a ladaszamarák, a buszok, szóval, hogy az egész annyira gyönyörű és annyira retro, hogy az embernek a könnye kicsordul. Miközben ártatlan járókelők járkálnak, és nem értik, hogy Davinyi Tibi bácsi 100 zakóban két gyereke miért ordibál a Kempinski. Semmi. A Kempinski előtt riadtan néznek vissza, hogy most rabolják el Davinyi Tibi bácsi. És nem értik, hogy a langaléta fiatalember a saroknál miért vagánykodik egy kézifékes fordulóval, amit nem tud megcsinálni, csak egy picit. Igen. Mert hogy a saroknál egyébként bepróbálkozik. Bepróbálkozik, nem jön össze neki, de egy úriember, aki éppen arrafele jár, ilyen rosszalóan néz körbe, hogy nem most briganti, ne bírcsaptoljunk már, itt figyel. Igen, a David Hasselhoff egyébként hatalmasat fordult a Trabival, tehát megtalálja a kéziféket. Hol volt a Trabiban a kézifék? Ott ugyanúgy ott volt? Lent. Ugyanaz volt? Aha, ugyanott. Nyilván pedálos volt, mert az a Merciben volt. Ja, a váltó volt a kormány mellett, és lent a kéziféket, az ugyanúgy megvolt. Az ugyanúgy ott van.
Na, annak köze fölébresztette Dévényi Tibi bácsi, tényleg? Szegénykém, hát lehet, hogy aludt, nem is volt ez most megbeszélve hirtelen, csak megtaláltam ezt a cikket, aztán erről akartam beszélni. Itt van Tibi bácsi, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, jó reggelt! Hát törtünk ilyen korai órán, hát ez most nem is volt leegyeztetve. Fönn vagy már ilyen korán? Ez az élőadás varázsa, na. Ahogy klasszikus mondat. Gál Völgyi is mondta a Zenebutik paródiában. Figyelj, találtunk egy cikket, ahol a régi tévéműsorokat akarnak föléleszteni, és a három kívánság is közte van. Erre a Hasselhoffos beszélgetésre, ott a nyugati téren, igen, vagy nem is a nyugati igen. téren, ott a Deák téren, emlékszel? Emlékszem, ez egy óriási show volt, mert nem tudta, mi az a kilincs ott a kormány mellett, meg minden, szóval nagyon ideges volt a David, amikor beszállt ebbe a Trabantba. Igen, hát akkor ment a Knight Rider, ugye nagy, óriási siker volt, a tévében reggeltől estig játszották, és hát akkor született meg az 50 gyerek, nekem marhára megnézett a kívánság, hogy hát látták, hogy milyen jó vezeti ezt a szuper autót, és hát kíváncsiak, hogy tud-e Trabantot vezetni. Hát egy ilyen turnén volt éppen David Hasselhoff a lemezét propagálta, és akkor Budapestre is eljött, és mondom, hát megpróbálom. Eljutottam a menedzserig, akkor már javába ment a három kívánság, és nekem ugye az volt a trükköm, hogy ugye akkor még VHS-re volt a fővéve egy demo, hogy elküldtem egy ilyen levéllel, neki egy angol levéllel, hogy megkérem, hogy ezt a kívánságot teljesíti, van a magyar gyerekeknek egy ilyen műsora, és nagyon szeretnénk a hűst. Eddig már teljesítette Maradona, John Travolta, minden. Na most ez muszáj. Aha, tehát ez volt a beugrató, hogy már kik teljesítettek. Igen, tehát, igen, mert ők általában az volt a nehéz a három kívánsággal, hogy nem azért nem vállalták volna, mert ugye nem akarják, hanem nem tudták, hogy milyen műsor körül mi van. Tehát, hogy milyen műsorba kerülnek bele. Tehát amikor már látták, hogy ennyi világsztár teljesítette a kívánságot, akkor már könnyebben ment, és hát ő is mondta nagyon szívesen, és akkor meglátta a Trabantot, hát az óriási volt állítólag, bement a Váci utcába, és ott akkor még nem volt, már nem volt forgalom, akkor ott érezte, hogy ott nincs semmilyen autó, csak emberek vannak, és akkor elkanyarodott való balra, és amire visszajött. Szóval nagyon szimpatikus fickó volt, és hát örülök neki, hogy a srácoknak sikerült teljesítenem akkor ezt a kívánságot. Hát én meg ott álltam, riadtan közvetítettem, hogy úristen, hol lehet ez a David Hasselhoff. Igen, te az egészet leközvetítetted, mintha egy élő műsor lenne, én azt nagyon-nagyon szeretem. Tibi bácsi, ők egyébként ezért kértek pénzt? Tehát ők elmondták, hogy oké, eljövök, David Hasselhoff vagyok, mit tudom én, 5000 dollár. Nem, ez mint akkor ez egy nagyon nagy dolog volt, két ügy volt. Egyik a gyerekért, ugye általában, amikor eljutsz már a sztárig, akkor azt mindent teljesítenek. A másik meg ugye egy kuriózum volt, hogy a vasfüggöny mögött ugye egy magyar gyerek, tehát ez láttam rajtuk, hogy ezt örömmel tették. De hát ugyanezt tette a John Travolta és a mindenki, hogy volt olyan, aki nemet mondott? Aki győzködtetek, és valamiért az Istennek se akart eljönni, és kicsit szemétkedett, hogy nem érdeklik a gyerekek. Nem volt? Elutasított a menedzsmenten keresztül vergődni magunkat, az volt a nehéz dolog. Tehát amikor ott voltál sztárnál, nem volt semmi baj. A menedzsben néha kötözködött, de mondom, hogy ez a VHS meggyőzte őket, hogy ezt érdemes, jó pofa. Hát amikor az amerikai elnök fellépett a műsorban, az idős Bush, akkor az volt az első mondat, amikor bejött a színpadra, hogy hát elmondom az amerikai gyerekeknek, hogy nektek milyen jó kis műsorotok van. Hát ebben a percben elájultam, mondom, úristen, ezt Amerikában csinálom akkor. És olyan nem volt, Tibi bácsi, hogy csaltatok egy kicsit, tehát mit tudom, jött közelünkbe egy sztár, találtatok két gyereket, és azt mondtad, hogy öcsikém, ezt fogod kívánni. 80%-a valós volt. 20% az se csalás volt, csak azt mondta, hogy mit tudom, akar találkozni Rózsa Györggyel. Most ez neki lehet, hogy poén volt, de a nézőknek nem poén. És akkor mondtam neki is, hogy akarsz találkozni, hát azt mondja, neki mindegy. Jó, mondom, hát akkor Gyuri a második emeleten lakik, mondom, mondd azt, hogy szeretné Rózsa Györggyel találkozni, pódilóval felmenni hozzá második emeletre. Hát
Ekkor ugye teljesült a kívánság, szegény pónilovat ott lögdöstük, meg minden, hogy fölvett a második emeletre. Csak felment a pár. De milyen reális dolgokat tudsz kitalálni azért? Mondd azt, hogy pónilóval szeretnél felmenni. Nyilván jön egy 6 éves gyereknagyő, és azt mondja, hogy pónilóval szeretnék felmenni Rózsa Györgyhez, igen. Ennyi kegyes csalás volt benne, azért volt egy kegyes csalás, mert ugye nekem a nézőknek mindenki azt hitte, jó tündér volt, én csak egy egyszerű tévéműsor szerkesztő voltam, akinek hétről hétre szórakoztató műsort kellett csinálni. Tehát gyakorlatilag, ami nem a gyerek szájából jött, az annyit jelentett, hogy feltupíroztam egy kicsit a kívánságot, aha, hogy a nézők számára is érdekes legyen. Hát teljesült az alapkívánság, hogy találkozott Rózsa Györgyel, de ez azért legfeljebb azt mondták, hogy ez a gyerek nem normális. Igen, pónilóval akart fölmenni. Na most egy műsort mondjuk 1 millió vagy 1,5 millióan néznek, az jónak számít. Friderikuszt akkor néztek, mint 4,5-5 millióan. Tehát, hogy felfoghatatlan számok voltak. 3 kívánság milyen számokat hozott? Mennyien néztek benneteket? Erre emlékszel? Most szerintelen az 6 millió. Vasárnap délután volt, kinéztem az ablakon, egy lélek nem volt. Jaj, de szeretlek! Kivaltak az utcák! Szerintelen vagyok így, csak nekem még fogalmam sem volt, hogy nézettség meg minden. Mondom, úristen, de jó, hogy ennyien nézik, vagy valami. Aztán ugye másnap az utcán, hát az nem lehet elmondani, hogy mindenki ezt, azt kérdezte. Gyakorlatilag ugye az volt mindig a gond, hogy a gyerekek, amit láttak, azt kérték a következő alkalommal. Tehát, mit tudom, hogy a Nápolyban a kisrác focizott Maradónával, akkor utána való héten mindenki a Maradónát kérte, tehát 50 ezer levél jött, hogy a Maradónával akar focizni, de hát természetesen ugyanazt a kérést nem tudtuk még egyszer teljesíteni, de hát ezzel indítottuk be a gyerekek fantáziáját. Mi volt a legnehezebben teljesíthető kérés, amire így azt mondod a hosszú évek távlatában is, hogy ó, apám, azzal megizzadtunk? Hát voltak, amelyek úgy konkrétan nem sikerültek. Volt egy vak kisfiú, aki azt kérte, hogy a Stevie Wonderrel akar együtt zongorázni. Hát óriási volt, itt jött a Stevie Wonder Magyarországra, a menedzsment azt mondta, oké, okay, két gyönyörű zongora be volt állítva minden ott a stadionba. Azt mondta Stevie Wonder, hogy ő teljesíti a kívánságot, de egyet kér, hogy csak a koncert után. Na, én akkor elfelejtettem, hogy a vak embereknek léletritmusuk van, és a kisfiú elaludt. És 11-kor ott jött a Stevie Wonder, és a kisfiút nem tudtuk felébreszteni. Elaludt. És képzeld, ott álltam, az a gyerek ott feküdt a padon, a Stevie Wonder ott állt a menedzserével, állati kínos pillanatok voltak, és hát ez a kívánság sajnos nem sikerült, pedig azt hiszem, hogy a kisfiú számára is egy örök emlék lett volna, hogy együtt a Stevie Wonderrel játszanak zongorán. Hát ez volt az például az, ami nagyon szomorú volt. Hát ez voltam. Helyes, igen, hát 11-kor már persze. Igen, igen. Most de egy vihasztal, hogy ez a kisfiú, igen? Később Érdi Tamásnak hívták. Ne hülyéskedj, hát igen. Ő a világhírű zongoraművész lett. Hát ez az. Úgy játszik, jó, de jó, így még izgalmasabb a ez dolog. Ez igen, Érdi Tamáska lett, igen. Ez azért, aztán ezért mondjuk egy csöpp vigaszon van az ügybe, hogy ő Érdi Tamás lett, igen. Közben nézem a videót, megérkezett David Hasselhoff, visszajött, megtalálta a rükfercet, és pont arról panaszkodott, hogy nem találta a hátramenetet. Igen, hát nagyon, nagyon kis helyes dolgok ezek. Jól van, Tibi bácsi, mit csinálsz ma egyébként? Mi a dolgod, vagy, hogy már ilyen korán fönn vagy? Mész valahova? Sportolsz, dolgozol? Nem, én már ilyen 7 órakor szoktam fölkedni, öreg nyugdíjas vagyok, érted? Ittam a kávémat. Hát gyakorlatilag napi dolgon kívül ugye péntek-szombat fellépésem van, Győrbe megyek a Gólya bárra, aztán utána szombaton Zalaegerszegre. Tehát megvan a fellépésen, jövő héten a szálkát csinálom a bagiékkal. Nagy megtiszteltetés, de a Rádió Kabaré rendszere szereplője lettem, múltkor konferáltam is, hát régi pályán, ugye én gyakorlatilag paródista voltam, 1965-ben nyertem a Ki mit tudott, és most ismét Rádió Kabarészatok, tehát nagyon boldog vagyok, mert tényleg azt csinálom, amit szeretek. De jó. Írja valaki, hogy volt egy kisrác, aki Pierre Cardennel találkozott, és kapott egy öltönyt, ez igaz, vagy valaki igen, humorizál? Igen, azt kérte, tényleg? Hogy azt szeretné, hogyha Pierre Carden csinálna neki egy öltönt, és azzal sétálhatna a Champs-Élysées-en. És öregem vállalta az öreg, aki akkor Franciaország harmadik leggazdagabb embere volt,
és eljátszotta az Uriszabot, persze előre kész volt az öltöny, eljátszotta az Uriszabot, elővett egy centimétert, lemérte a kis zakóját gombos tűzzel, ugye a szabók bejelölte, és hát a gyereknek kész volt, és sanzelizé sétálat, egy kazincbarcikai kisfiú volt, úgy emlékszem, sétált Pierre Cardin. Mert azért ebben a papa is benne volt, mert azért egy kazincbarcikai kisfiú egyrészt nem tudja, hogy hol van a sanzelizé, igen, szóval, hogy azért ezek ilyen gyanús kívánságok ezek. Igen, picit legyen nagyobb, hogy nekem, hogy jó legyen majd a gyerekre, hogy ott belenő. Hát éves vagyok, egy Pierre Cardin öltőt szeretnék, és a Champs-Élysées szeretnék sétálni. Hol van a Champs-Élysées? Azt nem tudom, apám mondta, hogy sétáljak, mert az nekem nagyon jó. Mondom lesz, a méreteket, mekkora legyen az zakó. Hát a Fiszikecsnél 10 000 levél írtak, nem a gyerekek, hanem az apukák. Érted, hogy szeretnének találkozni Sziszikeccsel, és hát akkor ott összehoztam, no, az is egy jó sikerült. Hát ott volt egy ilyen plusz poén, hogy Kesiár Csaba szegény, ugye ismerjük a híres autóversenyző, aki már ilyen, nem jön, szegény. Igen, hogy ő is szeretne találkozni vele. Mondom neki, egy feladatod van, találkozhatsz, ha Feri hegyről behozod. Azt mondja, igen, de most csak úgy jött a Dévényi fantázia, akkor játsszuk el, hogy milyen gyorsan tudod behozni Ferihegyről. Hát azt mondja, nem tudom, hát le kéne zárni a nagyvárat, teret, a izét, és akkor hát most tényleg megint szerintelem vagyok. Én akkor ezt el tudtam intézni, hogy lezárták az ülői utat, mindent, hogy a Kesjár behozza. Hát körülbelül 3 perc, 40 másodperc alatt hozta be Ferihegyről. Amikor beszállt hát, nagy dolgok. Nagy dolgok ezek. Beszállt a Sziszi Kecs, kapott ilyen bukósisak, meg mit tudom én, és a boldog volt, hát ez egy jóképű gyerek volt a Csaba, és úgy ránézett minden. De amikor kiszállt az internet, egy hullafehér csaj volt, akinek remegett a lába, hát azért tudott Ferihegyről 3 perc körül bejönni az interkontinentálig, azért nem volt egy kis élmény a csajnak. Tehát ilyen emlékek maradtak meg bennem abban 3 kívás, hát majdnem 20 évig ment a televízióban. Az kemény. Jó van. Tibi bácsi, nagyon szépen köszönjük, örülünk, hogy beszéltünk. Hol vagytok helyszínen? Hol vagytok helyszínen? Hát a Bükkben. Dél-Afrikában is van egy részünk, 2/3, 1/3 pedig otthon, Feri. Tehát itt többféleképpen, több helyen értem. Vagyunk. Dél-Afrikában vagyunk in. Értem, azt tudom, hogy hát örülök nektek is, jó melót kívánok, és hát ha köszönjük. Még egyszer lesz 3 kívánság, akkor teljesítem a tiéteket. 3 kívánság, akkor reméljük, a kívánságom az. Igen, Tibi bácsi, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Jó egészséget, ciao. Hello, szia. Jó reggel. Aki látta Hasselhoffot a Váci utcában egy Trabantban, szerintem még most is ott áll, és nem érti, mi történt. Írja egy hallgató. Csalás volt a 3 kívánság, az iskolánkban jöttek kiválasztani a gyerekeket, stáb megmondta, hogy mit fog kívánni, kivel fog találkozni, írja nekünk egy hallgató. Nyilván ennyire durván azért nem ment, kis csúsztatások lehettek a dologban, igen. Lökjük már meg egy kicsit ezt a Rubit. Jó, akkor legyen valami kívánság, hogy egy kamionnal ideáll valaki, aztán hoz egy nagyon-nagyon sok túrórudit neked, Lajoska. Jó, van, nem utálom a túrórudit, nem érdekel, Lajoska, akkor is túrórudit fog zabálni ilyen lapon. De nem szerintem befogod a pofádat, Lajoskát, olyan rádverek, hogy anyárán se ismer rá, azt mondtam, túrórudit kérsz. Hát perceket kellett, a televíziózás az egy nagy manipulálás, úgyhogy nyilván akkor is elkövettek ilyen dolgokat, de Tibi bácsi nagyon szerethető volt ebben. Na, csak kiindulva ebből a cikkből, hát köszönjük a cikk szerzőjének. Egyébként még olyan műsorokat írnak, mint a Nagyő, meg ezek már nem annyira régiek, Mónika Show, mindent vagy semmit, Vágó Istvánnal, hogy milyen jó lenne azt feléleszteni. Nyilván nem, senki nem nézi már, és nem az István miatt, hanem mert kvízműsorok ideje picit lejárt sajnos, de mindent vagy semmit nagyon jó volt. Bocsánat, jól értettem az elején, ezt úgy vezetted föl, hogy azok a műsorok, amelyek hiányoznak, és ebben benne van a Nagyő, meg a Mónika Show? Uh-huh. Amiket jó, csak érdemes kérdeztem. Lenne feltámasztani, szerelem első látásra, például Kósa El Adolfal. Emlékeztek arra, igen. Szerelem első látásra? Ugye arról szólt, hogy 3 férfi beült a paravár egyik oldalára, 3 nő. És akkor maradt a végén kieséses alapon 1 nő, 1 férfi, 20 forintból készült egy műsor, rohadt gagyi volt, de nagyon jó. És akkor fölhúzták, vagy elhúzták a paravánt, meglátta egymást a két jó szabad, randizó férfi. Úristen, ezek hogy néznek? 10-ből 9-szer nem lett a dologból semmi, de 10-ből 1-szer a dolog összejött, és aztán bemutattak párokat, akik azóta is együtt élnek. Ez volt a szerelem első látása, Kósa El Adolfal, amikor indult a kereskedelmi televíziózás, ez akkor volt a TV2-n. Van még Frejdosszi, Mónika Show, meg Szomszédok, hát 10 ikonikus műsor készült. Együtt ébredünk, Morning Show,
próbálunk segíteni férfi hallgatóinak, nyilván csak azoknak, akinek vannak ujjaik, hogy... De rendes vagy! Na, jó van. Tehát a faiparban dolgozom most, ebben az esetben margóra kerülnek. De ha már van egy ujja, segít, mert hogy az ujja alapján állítólag elmondja nekünk egy elemzés, hogy a hossz alapján, a rövid ujja alapján, a feltűnő egyenes, a hidegkéz lapos ujj alapján alkalmasak vagyunk-e arra, hogy házasodjunk, ugyanis állítólagosan minden ott van a férfi kézben, és kódolva van. Vagyis tulajdonképpen, ha megnézed egy férfi kezét, illetve az ujjait, akkor ez a nemzetközi kutatócsoport azt mondja, hogy a nők többsége arc után, és a második leggyakoribb a kéz alapján mondja meg, hogy ez a pasi jó lesz-e neki párnak, vagy nem. Igaz, hogy tudatalatti a döntés, mert nyilván nem ismerik fel a tüneteket tudati szinten, de ugye a nők a férfi kézek, vagy kezek olvasói. Aha, hát most nem akarok nagyképű lenni, de hetekkel később vette észre az ujjaimat. Elő mással bizonyította, Jani. Ne, ezt nem mondtad ki, most álmodom, ezt nem mondtad ki, hallom. Ez nincs, ez a mondat nincs, álmos, most valaki felrász, hogy ébredjek föl. Kit érdekelnek az ujjak amúgy? Tehát egy nő megnézi, egy férfi szerintem megnézi a női ujjakat, de egy nő megnézi a férfi ujjakat? Hát igen, megnézi az ujjakat, meg a régieket is. Szerintem egy csomó ujjat megnézni, nyilván nézi a régieket is. Hát azért ne feledkezzünk a régi férfiak. Miért csak az új férfiak jöhetnek szóba? Hát milyen világ az, ahol a régieket eldobják? Nem, nyilván arról van szó, ahogy te megnézed egy nő arcát, és a tudat alatt kódolsz belőle valamit, hogy mennyire szimmetrikus, vagy milyen a vonásai, vagy mennyire mérzésű. Ez a kutatócsoport azt mondja, hogy ugyanígy lehet kódolni a férfiakat az új alapján. Most nézzük meg, hogy zajlott egy ilyen kísérlet. 30-40 férfiak tanulmányozták az ujját évekig, és megnézték, hogy ebből a 30-40 férfiből aztán hány házasodott össze, és újra összehasonlították az ujjait a régi ujjak képével. Hogy zajlik ez a kísérlet? Engem mindig az érdekel. Szerintem megkérdezték a hölgyeket. Hogy? Hát, hogy a hölgyek mit néznek meg elsősorban a férfiakon, és hogy milyen benyomásra keltenek bennük a különböző testrészek, férfias testrészek. Jó, de... illetve, hogy a párválasztásban mennyi szerepet játszottak például ezek. Nézzük, fül, orr, gége, érted? És hogy mentek így külön-külön. Na de abból még nem tudod leszűrni, hogy az ujjaid neked mit milyenek, görbék, akkor te jó férj leszel. Igen. Na ez a lényeg, hogy szűrik le? Tehát van mondjuk 30 férfi, aki minden nap bemegy az új laborba, és folyamatosan vizsgálják az ujjukat egész nap, és beteszik mindenféle üvegbe a kezüket, és figyelik az ujjukat, hazamennek, másnap újra vizsgálják az ujjukat, és közben megnézik, hogy ezek a férfiak elválnak-e, vagy nem. Tehát ezek a kísérletek egyébként hogy zajlanak? És ilyenkor nagyon vigyáznak az ujjakra, tehát mondjuk minden új külön tokot kap, hogy mit tudom, van a hüvelykújna, a középső gyűrűsői, meg van a kis új szállás. Beteg állat. Én álmodom, biztos, hogy álmodom. És mindjárt jön, hogy housekeeping. Bejön valaki, és fölkelek, és elindulok a rádióba, és rájövök, hogy jól van, oké, nyugodj meg, semmi baj, csak álmodtad, hogy az újakról beszélünk adásban. Jól van, tedd össze a laptopod, és indulj dolgozni, Kis Balázs. És mindjárt ez megtörténik. Felébresztenek egy housekeeping felirattal, vagy bekopogással. Szóval, jó, nézzük meg magát a kísérletet, de mindig gondolkozzunk el azon, hogy azért tényleg a francba hogy zajlanak ezek a kísértések vagy kísérletek. Miért nem jön egy olyan nemzetközi kutatócsoport, aki azt vizsgálja, hogy a többi nemzetközi kutatócsoport hogy vizsgálja ezeket az ujjakat, érted? Tényleg. Nem az lenne jó, hogy egyszer kiáll egy nemzetközi kutatócsoport, és azt mondja, mi megvizsgáltuk azt a kutatócsoportot, aki az ujjakat vizsgálja, és az egész egy kamu. Miért nem? A csoportok miért kedves nem vizsgálják egymást? Kedves kollégák, jöjjenek ide, most meg kell állapítanunk önök közül, melyikük a hülye. Igen. Kinek jutott az eszébe? Tudod, mi van? Jönnek hülyébbnél hülyebb kísérletekkel, mi mindegyik kísérlettel foglalkozunk, hűítünk egy egész országot, minden férfi tanulmányozza az ujját, és lehet, hogy semmiféle tudományos alapja nincs. De nézzük meg, mit mondanak, jó, aztán majd nézzük. Hallgatóink igazolják, hogy velük kapcsolatban ez igaz, vagy nem. Ne legyünk szkeptikusak, így van. Azt mondja, hogy alkalmas-e a házasságra? Alapjából erről szól a kísérlet. Tehát az ujjak alapján, hogy most tényleg hogy vizsgálják, hagyjuk, mert abba csak belebonyolódunk. Milyen az ujjad, Jani? A melyik? Hát ugye unblock. Figyelj, nekem egy viszonylag kis kezet adott a Jóisten, arányos ujjakkal, picit tömpe ujjvégekkel, de ez már mondjuk így a mozgásnak köszönhető alapvetően. Mi sokat mentek és elkoptak? Vagy mi az, hogy mozgásnak? Ujjam mész és 10 centit koptak az ujjaid? Görbülnek az ujjaim így évről évre. Ja, ezért láttam, hogy pókjárásba mentél a folyosón. Igen, aki ott hátrafele elszaladt, az én voltam.
Megértem, hogy kopnak az ujjaid. Mi az, hogy sok mozgás? És ott is egy. A sok mozgáson rövidebbek lettek az ujjaid. Miért nem lábon sportolsz? Miért kell még ujjon menni? Na, szóval, hogy rövidek az ujjaid. Igen, igen. Rövidek, kicsi. Szegletes, rövid, lapos. Szegletes. Hideg, feltűnően egyenes, rövid ujjú, rendkívül hosszú, középső ujjon. Nem esetleg tudom, van egy vonal. Ez a szag? Merre járt az a kéz? Kedves mutatója, mondd meg nekem, aha, hol jártam. Na, de te nem merít, ugye az, hogy szóljál rá ismersz. Jó. Rövid ujj, rendkívül megvan, hosszú és könnyen hátrahajlítható, feltűnően egyenes, hidegkéz, lapos ujj, rendkívül lapos ujj, szegletes, rövid gyűrűs ujj, melyikre ismertél már? Ha a kis ujj nem lapul szorosan a gyűrűs ujjhoz, akkor tudod. Ha valamikre ráismersz, mondom a jellemzést, hogy mit mondanak rólad és a házasságról. Rövid én négyszögletes. Rövid vagy és négyszögletes? Hát innen négyszögletes és rövid a Janié, mondjuk marha messze vagytok. De de maradjunk igaz? Az ujjainál szerintem most. Igen. Jó, kocka vagyok. Feri, értem ezt a személyeskedést, de miért nem tudunk egy témánál maradni? Most miért kell átalanulni, hogy rövid és szegletes? Nézzük az ujjaid. Miért kell csapongani? Rövid és szegletes. Igen? Mert ilyen tompa az ujjaim végig, egy kicsit szegletes. Rövid és szegletes. Rövid és szegletes. Azt mondja, hogy rövid gyűrűs ujj az jó. Igen. Oké. A rövid gyűrűs ujj ízületi gyulladásra és könnyű megbetegedésre való hajlamról árulkodik. De miért mondja ez a kísérlet, hogy a férfi kézujjak elárulják alkalmas-e a házasságra, amikor neked ízületi gyulladásod lesz, és ezzel rémizgetnek? Semmi köze a házassághoz. Hát ingerült leszek akkor. Feri, milyen az ujjad? Hosszú, hegyes igen, végű, a gyűrűs ujjam az olyan hosszú, hogy háromszor körbeéri a kezemet. Hát könnyen hátrahajtható. Könnyen hátrahajtható, igen. Jó, könnyen. Nagyon jó. A beteges szenvedélyektől megszállott férfinak tulajdonítják ezeket az ujjakat. Iszákossági játékszenvedély. Így van. Igen. Iszákossági játékszenvedély. Nagyon jó. Az, hogy és titkos érvhajhászat jellemzi. Ágy. A rendkívül hosszú és könnyen hátrahajlítható ujjakat. Nézd meg. Ez nagyon durva. Mutatom. Ez hogy betalált? Ez nagyon betalált. És nagyon szépen tudod hajlítani. Ez könnyű szerintem hátrahajtható. Tehát élfhajhász vagyok, alkoholista, szerencsejáték függő, mondjuk az nem. Igen, de igen. A többi stimmel. Csoda, hogy itt nem kattantál rá a kaszinóra, mert hogy a hotel a szemben van egy kaszinó, és éjjel kettőkor mindenki oda jár inni egyébként. Nem, Feri máshol veli a pénzét, euró, ezreket verrel. Plüss állatokra. Hozzák Vidáparkban, igen, plüss állatok megszerzésére. Na, Zsül, milyen az ujjad? Rövid gyűrűs ujjad van? Ja, nem, az a Jani volt. Azt mondja, hogy van egy olyan, hogy rövid ujj. Kinek van rövid ujja? Mert mondom, ilyenek a rövid ujjú férfiak állítólag. Zsül, neked rövidek az ujjaid. Zsülnek ilyen húskezei van. Neked tényleg olyan a kezed, mint amikor... Ugye? Úristen, egy szívlapát. Megfogsz egy gumikesztyűt, ráhúzod a slagra, megengeded a slagot, felfújod a gumikesztyűt, és egy ilyen kéz van ott. Nem ilyen az, Zsülnek az ujja? Egy felfújt, egy ilyen slaggal felfújt gumikesztyű az ujja. Úristen. Kifosztottál ma reggel egy darásfészket, és megcsípte. Adjatok neki kálciumot, allergiát. Úristen. Megcsípett valami? De tényleg. Jézusom, a Benivel játszom miatt, hogy slagra húzott gumikesztyűvel üldözöm a kertbe, és ugyanígy néz ki. Jó, mondom. Azt mondja, hogy egy rövid ujjú férfi állítólagosan a kísérlet szerint jól bánik a pénzzel, és hasznos üzleti vállalkozásba képes kezdeni, ugyanakkor a közönyös az érzelmekkel szemben, ami más bánkódik, ő azon is tud mosolyogni. Ezért van mindig az a kis mosoly a szád szélén, értem már? Ezek a rövid ujjú férfiak. Igaz ez? Nem igaz ez a Zsűre. Egyrészt nem bánik jól a pénzzel, kettő semmiféle vállalkozási érzéke nincs. Na, jó, fölhúztad a Zsült. Jó, megemelted. Tulajdonképpen. Kb. Ennyi. Jó parti. Kézzelmekkel szemben, igen. Szóval, hát gyerekek, komolyan mondom, tényleg egyszer nézzék már meg ezt a kutatócsoportot. Ki ad ezeknek erre pénzt? Ki? Legjobb egy ilyen kutatócsoportba bekerülni. Igen, és ott volt a lengyes salakmotoros, mikor csúszkál? Jaj, nem már! Mikor sodródsz ki, te? És azt mondták, mit csinálsz te kis, mikor sodródsz ki? Hát semmit, éppen készültek kimenni motorozni. Nem menj ki motorozni, gyere inkább újakat tanulmányozni. És a lengyel mikor sodródsz ki? Elindult a kutatócsoportba? Nem már egyébként. És állítólag hívták a cseppostást is, hol a cseket? Állítólag ott van a japán aglegény, ne, akit szintén beválogattak, a maradok a magam ura. Igen. Így van. Állítólag benne van ebben a kutatócsoportban egy japán aglegény, mert egy nemzetközi a kutatócsoport, maradok a magam ura, berakták. Döbbenet egyébként, nagyon, hogy milyen húzónevek vannak. És mivel ő jöhetett, és gyakorlatilag még vele együtt egy másik japán kollégája is elvitte a sógorát, aki egyébként egy autószerelő cégnél dolgozik, ő cseregumi hamar oda.
Jó, állítólag ebben a kutatócsapatban egyébként még benne van a görög szakács és a szarakoszt. Gyerekek, ebben a kutatócsoportban benne van a holland táncos nő is. Na, ki? Van esze, de mire? Illetve egy korábban kétes ügyekben belekeveredett spanyol, Tolvai Zsó López, de futasztál. De mivel ez a kutatáshoz rengeteg idő kell, és sajnos a magánéletre nem érnek rá, ezért mindenképpen kell egy aglegény, és ha már aglegény, legyen egy görög aglegény, Stratos Marokbotos. Leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show.